Adventi gondolatok. Aki elmondja, Miklós Péter történész. Az emberre ez a kis mesevilág vagy varázsvilág átragad. Ára a Mikulás várással megkezdődik. Családos ember vagyok 3 kisgyerekkel, és ezek tényleg azért varázslatos napok. Most még olyan időszakban vagyunk, hogy a legnagyobb gyerkőc is nagyon várja mind a Jézuskát, mind a Mikulást, mind az adventi lángot, meg ezeket a családi és emberi találkozásokat. És érdekes, hogy hogyan keverednek a kultúrák, hogy a középső 3 éves kislány azt a diskurzust folytatta nemrégiben, hogy december 6-án jön a Mikulás, vagy pedig karácsony este, hogy ezt a tévében, meg a mesekönyvekben látja, hogy az angolszász kultúrákban így is van. Érdekes, hogy azok a tartalmak, amiket mi itt évszázadokon, évezredeken keresztül adtunk át, azok hogyan keverednek. De ez a varázsvilág, hogy mikor jön a Mikulás, mivel kell készülni, hogy kell levelet írni, milyen fogadalmat kell tenni, ezek bele ivódnak a mindennapokba, és az embert is munka és egyéb tevékenység mellett magával ragadják. És hát a régi idők embere hajlamos volt arra, hogy ugye karácsony előtt az adventi időszakban böjtöt tart. A bőjt nem csak azt jelenti, hogy tartózkodni bizonyos nehéz ételektől, hanem azt is, hogy mondjuk csöndesebben lenni, összefogottabban lenni, és ez a lecsendesedés adja meg tényleg azt a fölkészülés és azt a fényességet, amit aztán Jézus születése és a karácsony ünnepe elhoz. Hát én is igyekeztem több évben ezzel, de aztán egyéb körülmények, munkahelyi vagy családi ügyek kicsit nehezítik, de én azt gondolom, hogy benne van az emberek mindennapjaiban. Tehát ha nem is a keresztény tartalommal, nem is a hagyományos spirituális tartalommal, Jézus születése, a fényesség eljövetele tartalommal, de mondjuk a szeretet, az összetartozás, a mások felé való fordulás, ami egyébként végsősoron Jézus legfontosabb üzenete, hogy szeretettel forduljunk egymás felé, ezek azért beellopóznak a mindennapokba ezekben a napokban. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit adhatunk egymásnak, az mégiscsak az idő. Akárhogy nézzük, ez a legértékesebb, ebből van a legkevesebb, amikor egymás felé tudunk fordulni, ha csak néhány percig is. Tulajdonképpen az ember a munkában, az oktatás világában van, akkor az idejét értékesíti, amit nem másra fordít, nem magára, a családjára fordít, hanem termel, alkot, előállít valami új értéket, és hogyha ezeket, ha csak néhány percre félre tudjuk tenni, és helyette a másik felé fogunk fordulni, akkor én úgy gondolom, hogy még nagyobb értéket termelünk, és nagyon sokszor egy egész évre való energiát lehet meríteni abból, hogy az ember néhány napot, néhány hetet magával és a szeretteivel foglalkozva tölt. Miklós Péter történész adventi gondolatait hallották.